Készülök mi most idén egy magyar bajnokságra, a magyar bajnokságot megnyerni, ugye most 2 évvel ezelőtt elvesztettem sajnos, azt szeretném visszaszerezni mindenképpen, és jövőre pedig a nemzetközi pályára hajazok. Igazából a pályafutás az mikor kezdődött? 1998-ban kezdtem az ökölvívást, és igazából felnőtt korosztályban jöttek a nagyobb eredmények, nemzetközi eredmények. Korosztályos magyar bajnok vagyok juniorban, illetve ifi korcsoportban, felnőttként pedig 8 magyar bajnok címet szereztem meg. Azért közben itt lesek és olvasom, hogy Liverpool annak idején a EB-n 3. hely, aztán van itt világbajnokság, Chicago 4. hely, szóval ezek nagyon szép eredmények. Az embert ilyenkor mi hajtja, és meddig lehet ezt csinálni? Hát ezt mi, ugye ezek az amatőr eredményeim, én 2016-ban lettem profi. Profiként van már jó pár meccsem, általában pozitív a mérlegem. Itt szeretném még profi magyar bajnok lenni, illetve nemzetközi pályára lépni még. Amikor az ember ezt elhatározza, azért azt tudja, hogy sok minden kell ehhez, lemondások, elképesztő kemény edzések, meg hát egy kis lóvé is, valami támogatás. Nem tudom, ki az, aki mellé tud állni. Például a város az tudja, hogy milyen szép eredményeket értél el, és hogy segíteni kéne? A város úgy segít, hogy mind a polgármester, Kepri Lajos polgármester nagyon sokat segít abban, hogy például most elkezdtem ezt a gyerektábort a virágnak köszönhetően, és a Lajos ebben nagyon sokat tud nekünk segíteni. Mint profiként még nem annyira támogat a város, viszont vannak támogatóim, akik segítik a pályafutásomat. Ugye mondtam az előbb is, hogy ez egy kemény sport. Mi abban jó, hogy az embert esetleg össze-vissza verhetik? Persze te is a másikat. Hát ez a jó benne, hogy össze-vissza verhetnek, de én is össze-vissza verhetem az ellenfelemet. Kemény edzések kellenek. Igen, napi 2 edzést csinálok, délután heti 10-11 alkalommal edzem. És egyébként ilyenkor mondjuk egy nap ez hány óra? Hát délután egy óra, délután pedig másfél-kettő. Ezek a fiatalok tudják, hogy tulajdonképpen milyen nagyszerű sportoló az edzőjük? Hát ők még nagyon fiatalok, azt tudják, hogy boxolok, és hogy idézőben úgymond híres vagyok, tehát a box társadalom, amit Magyarországon ismer. Ők felnézek, nem tiszteletben tartanak, és hál' Istennek könnyű velük így. Egyébként ugye nekünk voltak nagyon nagy sportolóink, akik ökölvívók voltak. Tényleg sorolhatni lehetne neveket, és az ember azt látja, hogy most az olimpián ilyen nagy eredményeket nem értünk el. Történt valami szerinted a magyar ökölvívással? A magyar ökölvívásban kicsit más lett a vezetőség, más lettek az edzők, kicsit más a felfogás, én szerintem. Azért egy Paplaci, egy Gedó György, azért olyan nevek, hogy az ember azt mondja, hogy ezeket követni kéne. Igen, ők nagy nevek, voltak meg azok is mai napig. Lesz itt még olimpikonunk és olimpia bajnokunk, csak ugye kicsit ki kell nőni ezt a időszakot. Neked egyébként olimpián, ha mentél volna, lett volna komoly esélyed? Abban az időben, amikor ott voltak az ellenfelek, ismertétek egymást? Pont amit most olvastál az előbb, hogy Chicagóban 4. lettem, ott, hogyha nem 4. vagyok, megnyerem azt a meccset, akkor kijutok a Peking olimpiára, sajnos nem jutottam ki. Ez nagy fájdalom? Akkor még fiatal voltam, és annyira még nem érintett, mert utána már kezdtem gondolkodni, hogy már bántam, hogy nem. Nehéz kijutni egy olimpiára, de ott elményteni még nehezebb. Most néztem az előbb, a kicsiket, lányok is vannak, fiúk is vannak, ugye? Az ember még a mozgásokon nem látja azt, hogy melyikből lehet nagy bajnok, de te biztos, hogy más hozzáértő szemmel nézed. Lehet ezekből a fiatalokból nagy boxoló? Nem feltétlenül, azért tartok boxedzést itt Almádiban, hogy olimpikon, világbajnokot, magyar bajnokot neveljek, hanem azt, hogy sportoljanak, érezzék jó magukat, azt, hogy később, amikor már 10 pár évesek lesznek, amikor már el akarják dönteni, hogy mitől akarnak foglalkozni, sportolni, tanulni, stb. Akkor majd bejönnek, és akkor mondja, hogy Józsi bácsi, én magyar bajnok akarok lenni, ezt várom. De hogyha azt mondja, hogy ő csak azért jár boxolni, mert levezeti a feszültséget, akkor járjon azért. Aha. És Jóska bácsi szigorú velük? Én azt mondom, hogy nem kell, mert tisztelnek, tudják. Persze van, amikor már egy kicsit sok nekem is, de akkor megemelem a hangomat, és akkor mindjárt csend van. De egyébként azt látom, hogy nagyon keményen edzenek, és élvezik is, ugye?
évet, igen, ugye az első táborom. Szeretik, ugyan szeretek velem lenni napközben is játszani, akár voltunk a strandon tegnap, ott is játszottunk, és szeretnek velem ügyeskedni, és tudok velük foglalkozni. A ringben még nem láttam őket, de elképzelhető, hogy ők még nem is fognak bemenni? Hát itt a tábor alatt azt tervezem, hogy pénteken fogunk majd egy ilyen pofonpartit tartani, így egymás között természetesen. Kőkemény egy perc menet, egy perces menetekkel. De gondolom, ilyenkor fejvédőben, boxkesztyűvel persze. Aki akar boxkesztyűvel, természetesen kell fejvédő, aki akar vesz, de itt nincsenek hálság, nincsen olyan ütések, hogy gond legyen. Valamint aki nagyobb és nagyobbakat üt már, az tud vigyázni arra, hogy ne bántsa kisebbet. Ha egy picikét hozzád visszatérhetünk, lehet kényes kérdésem. Te már voltál padlón? Kaptál akkor ütést? Még nem. Egyszer ütöttek le testem, de fejem még nem ütöttek le. Aha. Az nem egy kellemes érzés feküdni a padlón, gondolom. Az nem, inkább üssenek le kétszer fejem, mint egyszer testem, mert az nem rossz. Nem azt mondom, hogy félne tőlem, de tiszteletben tartanak nagyon sok bunyósít Magyarországon, a fiatalabbak úgymond. Ezáltal tisztelnek, de nyilván a ringben is tisztelet. És várom a következő küzdelmet. Éppen ebben a boxtáborban, gyerekboxtáborban nyújtok segítséget. Igazából programfelelős vagyok, aki a rekreációs programokért felelős, a strandolásért, a játékokért. Aha. Tehát igazából ebben a részében veszek aktívan részt. Én azt hallottam egyébként, hogy most már legalább 2-3 éve ide jársz, mert azért mégiscsak több közöd van ehhez. Igen, tulajdonképpen járok 3 éve ide köredzésre, funkcionális köredzésre, illetve néha boxolni szoktam hobbiszerűen, ami egy nagyon jó sport, igazából nagyon tetszik, nagyon hasonló pulzus számon kell dolgozni a box során, mint az akrobatikus rock'n'roll során. Nagyon sok lábunk, a szögdelés van benne, és igazából ilyen keresztirányú mozgások. Tehát egyébként edzőtáborokban a táncosokat is el szoktam idehozni, erősíteni, boxolni néha. De azért gondolom, ilyen kemény pofonok nem csattannak el. Nem jellemző, ez csak ilyen hobbi szintű. Ugye, amikor az ember azt mondja, hogy szeretne egy picikét sportolni valahol, akkor nagyon sok mindenből választhat. De miért pont a boxot választottad? Nekem ez annyi meglepetés volt, hogy el sem akartam hinni. Hát igazából nem azt választottam, hanem a köredzést, és a köredzést kezdtem el. Csak a Józsi mindig próbálkozott, hogy na, egy kicsit boxoljunk. Eleinte így nagyon nem szerettem volna, aztán utána egyszer kipróbáltam, és rájöttem, hogy igazából nem olyan rossz a heti feszültséget valahol levezetni. Egyébként milyen érzés az, amikor a kesztyű rajtad van, odamész a zsákhoz, aztán püfölöd? Jó egyébként. Jó, feszültséglevezető határozottan. Aha. Egyébként akkor a következő esztendőkben is lesz ilyen tábor, és jössz? Hát én nagyon remélem, hogy a Józsi legközelebb is meghív, illetve hogy a gyerekeknek tetszik majd a tábor, a programok, amiket csinálunk. Remélem, hogy jövőre is lesz folytatása, jövőre akkor egy kicsit jobban meghirdetjük, mert most ez egy nagyon gyorsan jött ötlet volt. Igazából egy-két hete találtuk ezt ki, és kezdtük el meghirdetni, úgyhogy jövőre akkor ennek nekifutunk, illetve hát reméljük, hogy jövőre olyan lesz a pandémiás helyzet, hogy egész évben tudnak járni a gyerekek gyerekboxra, mert ugye idén nem tudtak járni rendesen, és akkor ezért is reméljük, hogy akkor több jelentkező és nagyobb érdeklődés lesz, és ki tudjuk ezt bővíteni nagyobb eseményi. Sajnos a picikkel nem tudtam beszélgetni, mert hát nagyon kemény az edzés, és nem szállnak ki az edzésből, de biztosan jól tudod a véleményüket. Ők miért jönnek ide? Miért jelentkeznek? Igazából nagyon aktív gyerekek, nagyon szeretnek mozogni, tehát rendkívül izgága fiúkról van szó, és azt gondolom, hogy ezért is iratják be őket a szülők ide, hogy levezessék ezt a rengeteg energiát egyrésztről, másrésztről pedig azért minden sport megtanít egyfajta fegyelemre és rendre, és azért a boxnál is kell egyfajta önuralmat tanulni, és már gyakorolni gyerekkorban is, hiszen ez nem csak arról szól, hogy most egy jó nagy pofont kiosztok, hanem itt azért gondolkodni kell közben, és nagyon sok önfegyelem és szorgalom kell hozzá.